kényelembe helyezkedtek már? Az jó, mert kezdődik a tea, amiben beszélgetünk, új híreket, érdekes dolgokat mondok önöknek, vagy csak egyszerűen, kellemesen együtt vagyunk, szórakozunk, zenét hallgatunk. Remélem, hogy a teás csésze is mindenkinek ott van a keze ügyében, vagy éppen a gyümölcslé, vagy tisztított víz. Mindez azért, hogy sok-sok folyadékot fogyasszanak velünk ezekben a napokban, különösen. Aki nem ismer minket, annak kínáljuk a weboldalunkat www.teaglóriával.hu. De van Facebook oldalunk, a keresőbe a műsor címét kell beírni, Tea Glóriával, és ott sok-sok kulisszatitkot vagy fényképeket találnak. Ami még fontosabb, hogy a műsornak van állandó telefonszáma, amely így hangzik 0620 9 340 330. Ezt reggel 9-től este 9-ig lehet hívni. Lehet, hogy sokszor kell próbálkozni, de se baj, tegyék meg, mert egyszer biztos, hogy fölveszem. Nézzük meg, hogy mikor vannak az ismétlések. Ez azért jó, mert ha lemaradnak egy-egy műsorról, nem baj, mert majd holnap megnézik. Tehát szerdán este 21 órakor van a főadásunk, de már rögtön másnap csütörtökön 15 órakor megismételjük. Aztán pénteken 13 órakor, majd szombaton délután 18 órakor, és még vasárnap reggel 8 órakor is, tehát nem maradnak le a mindenkori heti adásról. Azt nézzük akkor még meg, hogy mit mindent kínálok önöknek mára. Első blokkunk szép magyar települések, érdekes események, és ebben a mai adásban Gyömrőre látogatunk el, ahol egész nyáron van valamilyen fesztivál, és még jócskán maradt a nyárból is hátra, meg a különböző rendezvényekből is. Vendégem lesz Gyenes Levente polgármester úr. Ezután új utak az egészségmegőrzésben blokkunk következik, amelynek címe lábfürdővel a vérkeringés javításáért. Hogy ez hogy lehet? Hát akkor tudják meg, ha megnézik a beszélgetésünket. Vendégem lesz dr. Piller István, gyógyszerész, feltaláló. Majd még egyszer jelentkezik a szép magyar települések érdekes események. Ebben a blogban szárszóról képes hívogatót adunk át, hogy önök megismerhessék szárszó szépségeit, kulturális kincseit, és két érdekes fesztivált, eseményt, amelyre még mindig oda tudnak érni, ha időben elindulnak. Ezután kulisszatitkok rovatunk következik, és mivel már egyszer hirtattunk, hogy 35 éves lett az esztergomi Várszínház, most már azt is el tudjuk mondani, hogy milyen nyári évadot zártak, illetve azért még lesz két esemény, ezt is érdemes lesz megnézni. Vendégünk lesz a Várszínház igazgatója, művészeti vezetője, Horányi László. Záró blokkunkban pedig Éliás Tiborral várjuk önöket azért, hogy beszélgethessünk férfi problémákról. Azt hiszem, hogy ezt érdemes a hölgyeknek is megnézni. Szó lesz itt vizelési nehézségekről, szó lesz a prostatagyulladásról, és még egy-két érdekes statisztikai számot is elmondunk, ami bizony megdöbbentő. Tehát ebben a mai műsorban is szórakozhatnak, tanulhatnak, vagyis kezdődjék a teja. Szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, rátaláltunk egy településre, ahol a legegyszerűbb azt mondani, hogy pezsgő az élet, mert alig tudtunk választani, hogy mit is kínáljunk önöknek erre a nyárra az érdekes eseményekből. Hogy bemutathassuk Gyömrőt, meghívtuk
Gyenes Levente polgármester urat, és én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezét csokolom, köszönöm szépen a meghívást. Először is gratulálok, mert tényleg olyan gazdag programot kínálnak, ami nem annyira jellemző minden településre. De én azt szeretném, hogy kezdjük az elején, és helyezzük el a térképen Gyömrőt. Gyömrőt nem nehéz megtalálni, hiszen a fővárostól néhány kilométerre vagyunk, a nemzetközi repülőtértől 3 kilométerre, tehát hogyha valaki elindul egy kicsit déli irányba, akkor első vagy második településként az M0-ás mellett Gyömrőt találja meg, úgyhogy a közelben vagyunk, a fővárostól néhány percre, idején fél óra alatt beértem még a nagy forgalom ellenére is. Arra lennék kíváncsi, hogy itt ugye szinte egybefolyik Budapesttel, valljuk be, hogy a természeti környezet változik-e? Mennyiben élvezik a természet közelségét? Gyömrő egy nagyon szerencsés település. Ugye tudni kell azt, hogy mi nem sokban különböztünk a többi agglomerációs alvóvárostól, ami szintén ilyen külső kerületként funkcionált. Talán egy picit, ami különlegessé tette a városunkat, hogy a város közepén egy 100 hektáros ősfás parkban 2 gyönyörű tó van. Tehát a város közepén 100 hektárban az egyik 4 hektáros, a másik 2,5 hektáros tó található. Az egyik egy intenzív horgászvíz, a másik pedig egy intenzív tófürdő, hiszen a Gyömrő tófürdő hajdanán, amikor a vasút elindult abba Szolnok irányába, akkor Gyömrő még úgy volt benne az akkori vasúti menetrendekben, hogy Gyömrő tófürdő megálló, és igazából a lakosságunkra is ez jellemző. Tehát olyan emberek költöztek ki az egykor egy utcás faluba az 1920-as évek környékén, akik elsősorban fővárosi tisztviselők, banktisztviselők, posta alkalmazottak, vasúti tisztviselők voltak, tehát mondhatjuk, hogy már akkor is Gyömrő egy polgári középréteget célzott meg. Elsősorban a főváros közeli fürdőhely miatt, hiszen Gyömrő egy fürdőváros, már a 20-as, 30-as években is. Aztán utána a világháború után, amikor az átkosban csak ilyen kijelölt fürdőhelyek voltak, és szinte úri huncutság volt a fürdőkultúra, akkor ez egy kicsit hanyatlott, bár én magam 10 éves gyerekként, kamaszként, én a Gyömrői tó partján nőttem föl, de úgy, hogy akkor még tilos volt a tóba fürödni. Aztán 2002-ben, amikor polgármesterré választottak, akkor nekem fiatalon egy nagyon nagy vállalásom volt, hogy szerettem volna a Gyömrői tónak visszaadni azt a régi fényét, amiben pompázott még az 1920-as években. Jelentem 2 évre rá, 2004-ben ez sikerült, tehát azóta, 2004 óta teljes gőzzel üzemel a Gyömrői tófürdő, olyannyira, hogy 40-50 ezer fizető látogatót fogadunk egy-egy nyári szezonban, és hát mivel, hogyha már van egy fürdőváros a főváros közelében, akkor ehhez kellenek a színes programok is, és így alakítottunk ki minden évben egy olyan gazdag fesztivál nyarat, ami gyakorlatilag májusban elkezdődik az országos gyereknapokkal, hiszen ez egy országban mindenhol megtalálható, aztán utána jöttek sorba a többiek. Hát mi is sorba vesszük mindet, de ha jól számolom, akkor ez önnek már a 6. ciklusa, így és van. Hát szívből gratulálunk. Folytatja tovább, vagy? 6-szor választottak meg egymás után, egy civil szervezet jelölésében független polgármester voltam eddig, és az idei évben már nem indultam polgármesterként, hanem az eddigi helyettesemet jelöltem, aki ugyanennek a civil szervezetnek a képviseletében indult el. Én voltam a kampányfőnöke, és én voltam a szervezet kampányfőnöke, jelentem nyertünk, tehát a 8 képviselői helyből megszereztünk 7-et, és még 3-an bekerültek listáról. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a Jóítélni Gyömrő civil szervezet marad a település vezetése, és én inkább már egy ilyen szakmai mentorként, szakmai tanácsadóként egy picit háttérbe lépve engedem, hogy a fiatalok is próbálják kifejezni a városok iránti szeretetet, és egy kicsit új lendülettel, talán a fiatalokat jobban megszólító kiszolgálással próbáljanak ugyanúgy 6 választást végigvinni, ahogy én azt végigvittem. Hát ilyenkor jó, amikor marad a tapasztalat, a bölcsesség, és jön az új vérfrissítés, és reméljük, hogy ugyanilyen ütemben szépül, épül majd Gyömrő. Nem csak nekünk van 17. születésnapunk maga a műsornak, úgy tudom, hogy a településük is
ugyancsak jubilál, nem is kis számmal. Bizony, így van. Gyömrő idén 750 éves. Egész pontosan lehet, hogy nem is 750 éves, hanem kicsit idősebb, de az első írásos említése Gyömrőnek, mint településnek 750 évvel ezelőtt történt, tehát ez azt jelenti, hogy mi ide datáljuk a településünk kezdetét, és bizony mi végig éltük a tatárdúlást, majd utána a törökdúlást, volt, hogy teljesen elnéptelenedett a településünk, majd újra telepítették. Gyömrő nagyon híres a Rákóczi hagyományáról, országos Rákóczi napok is vannak a nyári programjainkban, hiszen vezérlő fejedelmünk Gyömrő határában mondta el azt a lelkesítő beszédét, amely beszéd egyetlen az országban, ami fennmaradt kézírásos formában. Tehát Rákóczitól beszéde csak a gyömrői beszéd maradt fönt, és bizony nagy szavakkal lelkesítette akkor a Buda ellen vonuló katonáit, nyertek is természetesen, tehát Gyömrő egy ilyen nagyon nyertes település. Tehát erre büszke Gyömrő, de én kíváncsi lennék, hogy mi mindenre büszke még, hiszen gondolom, hogy fejlődött, épült, szépült Gyömrő. Csak úgy, mint a környező települések, mi is nagyon sok változáson estünk át. Én Gyömrőn nőttem föl, tehát én nagyon jól láttam, amikor 2002-ben, 22 évvel ezelőtt legelőször megválasztottak, láttam a város hátrányait. Akkor összesen 6 aszfaltos utcánk volt, és a többi nem volt aszfaltos. Hát ez 2-3 éven belül megváltozott, 2006-ra minden utcánk aszfaltos volt, tehát talán a környéken először nálunk volt egy nagyon hatékony aszfaltprogram, majd utána egy gyönyörű művészeti központot építettünk, a városközpontunkat gyönyörűen megcsináltuk, amíg az önkormányzat kezelte az iskolákat, minden évben iskolát fejlesztettünk, építettünk, új óvodákat építettünk, Gyömrön 7 óvoda van, és most építjük a második bölcsödét. De ahhoz sok gyerek kell, hogy szülessen. Bizonyám, nagyon sokan, 21 ezeren élnek Gyömrön. Én annak idején még 12-13 ezer fővel vettem át 2002-ben a települést. Ha nem is duplázódtunk meg, de egy bő 70-80%-kal növekedett a lakosságunk. Hogy miért? Azért, mert Gyömrőn jó élni. Ez is a saját szervezetem szlogenje, jó itt élni Gyömrő. És bizony tényleg úgy érzem, hogy azért jönnek hozzánk, mert nagyon jó infrastruktúrális adottságaink vannak, közel vagyunk a fővároshoz. Nagyon sokáig én voltam a Magyar Vasutas Települések Országos Szövetségének az elnöke, akkor nagyon jó kapcsolatban voltam a MÁV vezetésével. Miénk volt a úgynevezett gyömrői modell, a város felújította a vasútállomást, cserébe mi megkaptuk az ottani büféket bérbe, mi jelöltük ki a bérbevevőket, tehát a büféseket, és az onnan befolyó bérleti díjból pedig felújítottuk a vasútállomást, és üzemeltettük, mind a mai napig az önkormányzat dolgozói vannak a vasútállomáson. Nálunk mindig van szappan a mosdóban, mindig van papír a mosdóban, hogy csak néhány egyszerű dolgot mondjak, és mindig föl van takarítva a váróterem, és a váróteremben mozgó könyvtárat is, és kiállításokat üzemeltetünk. Tényleg? Most is éppen tárlat van az egyik várótermünkben. Tehát mi egy kicsit mindig próbáltunk valami különlegeset, talán egy kicsit szerethetőt megvalósítani a városba, és én azt gondolom, hogy Gyömrő elérte azt, hogy egy kicsit kitűnjön a főváros környéki alvó településektől. Uh-huh. Valóban mi, hogyha este 8-kor, 9-kor kilépünk a kapun, még pezseg az élet, még jönnek, mennek a fiatalok, összejönnek, nagyon sok vendéglátóhely nyílt a városba pont a tófürdő miatt, éttermek, cukrászdák, fagylaltozók, és ezért nagyon szeretnek kimozdulni a fiatalok, szeretnek az ősfás parkjainkban andalogni, ott romantikázni, és ezért is Gyömrő az egyik fő nevét, mint a Magyarország romantika fővárosa, így választotta ki, és éppen most vagyunk a romantika ünnep Gyömrő a Rügy előtt, hiszen ezen a hétvégén egy 4 napos ünnepsorozatban a romantika ünnep fesztiválunk lesz, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok program vár mindenkit. Hát ahogy így hallgatom a polgármester urat, ez nekem annyira tetszik, mert olyan lelkesedéssel tud beszélni a munkájáról, hogy az embernek jó kedve lesz, és azt bizonyítja, hogy lám-lám, lehet mindent, csak akarni kell, meg egy kis ügyesség, egy kis kreativitás kell hozzá, elszántság. Na most ez azt jelenti, hogy a lakosság többsége ott is dolgozik, tehát a fürdő, a turizmus, a... Nem, korán nem. Sem. Tehát amit megint csak tudni kell Gyömrőről,
Gyömrőn nagyon élénk a kereskedelem, tehát Gyömrőn nem egy iparváros, nem egy logisztikai központ, mint mondjuk Budaörs vagy a közeli Üllő, ezért csújtja is az, hogy nincs is akkora iparűzési adó bevétele, mint a környéken lévő dobozokkal körberakott településeknek, viszont egy kis ékszerdoboz. Gyömrőről nagyon könnyen be lehet jutni, hiszen a 4-es számú főút, amit most már autópályává szélesítettek, a 31-es út, illetve 25-30 perc alatt a vonatközlekedés a keleti pályaudvarba, szinte fél óránként járnak a vonatok, nagyon-nagyon jó. Tehát ezt ki is használják, és nagyon sokan még mindig a fővárosba járnak be dolgozni, de ma már nem órákat kell utazniuk, hanem tényleg viszonylag háztól házig gyorsan oda lehet érni. Éppen most egy 600 fős parkolót fejlesztettünk idén nyáron a vasútállomás mellé, tehát most már a helyiek csak oda mennek autóval a vasútpályaudvarhoz, lerakják az autót, és azonnal vonatra szállva be tudnak vonatozni a munkahelyükre. De emellett nagyon sok kereskedelmi egységünk van. Két olyan fő utcája van a városnak, ami gyakorlatilag kereskedelmi zónává alakult. Rengeteg kisbolt, butik. Mi azt szoktuk mondani, hogy Gyömrőn minden van. Ha valaki cipészt keres, talál Gyömrőn. Ha valaki vegyesboltot keres, talál Gyömrőn. De akkor ezek szerint a kisvállalkozóknak is egy csodahely, mert igen. Ők... Nagyon figyeltünk arra, hogy a nagy multikat ne engedjük be a városközpontba. Jelen vannak, de a város kicsit kevésbé ellátott részein. Éppen ezért a belvárosban a kiskereskedelem nagyon-nagyon aktív, nagyon-nagyon zajlik, nagyon sok hentesünk van, jobbnál jobbak, nagyon sok zöldségesünk van, nagyon sok kisboltunk van, van mindenmentesboltunk, tehát mindent le lehet Gyömrőn érni. Szerintem imádnivaló kis település, tényleg érdemes eljönni megnézni. A legközelebb az IPOSZ műsorunkban jó példaként fogjuk Önöket felhozni. Köszönöm. Régen azt mondták, hogy hol van XY település, ó, hát menjél Torony iránt. Mi a helyzet a templomokkal, a hitélettel? Hát fiatal koromban én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Gyömrő a templomok és a kocsmák városa, hiszen nagyon, nagyon aktív hitélet zajlik Gyömrőn. Van egy kis katolikus kápolnánk, ez volt a legelső katolikus kápolna, majd mivel Gyömrő a Teleki család birtoka volt, egy nagyon-nagyon szép teleki kastély van a városunk határában, ők reformátusok voltak, ezért egy nagyon szép református templomot építettek. Majd utána a 30-as években az ottani plébános kezdeményezésére megépült egy újabb katolikus templom, ez már az úgynevezett nagy templomunk, de emellett az evangélikusoknak is van egy temploma, és van nagyon sok kis gyülekezetünk, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Az adventistáknak, pünkösdistáknak, jehováknak, mindenkinek van külön-külön hídgyülekezetnek külön-külön kis imaterme, és itt mindenki jól megfél egymással. Nincsenek hitéleti viták, mi mindannyian gyömrőiek vagyunk, és akik a hitéletben is aktívak, ők egyébként a város életében, közéletében egyébként is aktívak. Tehát én azt gondolom, hogy ez talán az ő szemükben kicsit kéz a kézben jár is. És mellette meg persze, mint mondtam, vendéglátásban is nagyon aktívak vagyunk, és talán ma már egy kicsivel több vendéglátó helyet tudok felsorolni, mint imahelyet, de bárki bármelyiket keresi, megtalálja Gyömrőn. És akkor most elkezdjük sorolni, hogy milyen események is vannak, egyrészt voltak már, és mire hívhatjuk még meg a nézőket? Tudni kell azt, hogy ugye egy fürdőhelyhez bizony méltó közösségi élet és közösségi terek dukálnak. Éppen ezért a művészeti központunkban egy saját amatőr színjátszó társulat, a Gyömrő Színház működik, minden évben több előadással, premierrel rukkolnak elő. Emellett pedig elkezdtünk olyan programokat szervezni, aminek jelentős része ingyenes a lakosság számára, és hát természetesen nyáron csúcsosodnak ezek ki. Mint kezdtem egy negyed órával ezelőtt, ugye mindig a gyereknappal indulunk, de ezek a gyereknapok se egy szokványos, kisgyerekeknek szóló, körhintás, lufiosztós gyereknapok, hanem nagyon-nagyon sok program van, és bizony mi gondolunk 18 éves korig a gyerekekre. Nekem is két kamasz nagyfiam van, és ezért tudom, hogy bizony van igény arra, hogy a tizenévesek is szórakozzanak, úgyhogy ezek általában nem érnek est délután 4-kor, 5-kor véget, hanem késő estig tartanak, és akkor már egy más korosztályt szólítanak meg.
majd utána folyamatosan, szinte két hetente valamilyen programunk van. A strandon, a tófürdő partján is rendszeresen vannak zenés összejövetelek, ezek is mind-mind ingyenes belépősök. Emellett pedig nagyon sok fesztiválunk van. Van egy street food fesztivál, ami az országban megy körbe-körbe, Gyömrön is jelen van. Itt azért, tehát az egy befogadó esemény? Így van, ez egy befogadó esemény, van egy rendezvényterünk, és itt ők megjelennek. Számomra a legkedvesebb, hiszen én voltam az ötletgazda a Romantika Ünnep Fesztiválnak, a Romantika Ünnep az egyik legkedvesebb. Nagyon különleges. De mit csinálnak rajta? Hát ugye tudni kell azt, hogy Gyömrő egy nagyon romantikus település, mint mondtam, egy 100 hektáros ősfás park a város közepén. Minden vendéglátóhelybe kapcsolódott. A Romantika Ünnep Fesztivál az 2008-ra nyúlik vissza, amikor elkezdődött a nagy gazdasági válság, és akkor a vendéglátós barátaimmal közösen összeültünk és gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk egy kicsit pezsdíteni, és újból a vendéglátósok felé fordítani az egyébként a devizaválságtól, svájci hitelektől egy kicsit megrémült és kicsit csődbe is ment lakosokat, és akkor találtuk ezt ki, hogy minden vendéglátó hely egy olyan fesztivál, ahol minden vendéglátó hely a saját helyén csinál valami aktivitást, egy kis koncertet, egy hangszeres bemutatót, vagy egy komolyabb előadót, hiszen volt olyan az egyik cukrászda, azért egy nagyon-nagyon komoly színpadi produkcióval rukkolt elő a saját teraszán. Emellett volt olyan official program, központi program, amit a város szervezett, illetve amit akár én magam is szerveztem. Volt egy nagyon-nagyon különleges, 7 éven keresztül tartott, Magyarországon ilyen nincs is máshol, csoportos házasságkötés. Uh-huh. A város főterén volt, hogy 12 párt adta, mint polgármester össze, egyszerre, egy időbe, majd utána az egyik vendéglátóhely felajánlásából a 12 pár, 12 násznépe összevontan, együtt bulizott és érezte jól magát hajnalig. Fergeteges volt, ezek mindig nagyon-nagyon jól sikerültek. Ennek a Covid vetett véget, tehát a Covid-tól már ezt nem merjük így összehozni. És van még egy gyönyörű esemény, ez mindig az utolsó napon, ott pedig a gyömrői tavon, a tófürdőn kívánsággyertyákat úsztatunk. És több ezer, vagy néha akár 10 000 úszó gyertya bevilágítja az egész tavat és környékét. Hát erre azért egy ilyen 5-10 000 ember összezsúfolódik a tópartján és megnézi. Szinte hihetetlen. Eközben komoly zenei koncert, könnyű zenei koncert, idén Kökény Attila lép majd föl. Tehát nagyon-nagyon színes, forgataggal tele programok várnak mindenkit, tehát ezt mondjuk érdemes követni, és hát utána rögtön, jövő héten pedig már a Lecsó Fesztivál következik. A Lecsó Fesztivált is egy helyi civil szervezet, egy kis helyi civil szervezet kezdte el csinálni, közel 10 éven keresztül vitte a Lecsó Fesztivált, majd utána átadta a Lecsó Fesztivál jogait egy profi rendezvény szervező cégnek. Megtartották az ingyenes mi voltját, megtartották a fő produkciókat, illetve egy lecsófőző versenyt, és emellett természetesen még nagyon sok egyéb koncertet és egyéb programot, amit ingyenesen lehet látogatni, ezeket behozták. Tehát most ez lesz szépen a soron következő program. Mondjunk hozzá időpontot is, mert hát ha valaki jegyzetel, hogy na erre elmegyek. Ez augusztus utolsó hétvégéje, tehát mindenképp ide érdemes eljönni, megnézni ezt a két napot. Aztán utána néhány hétre rá pedig már elindul az ősz, és az ősszel pedig Tök Fesztivál, ilyen is van Gyömrőn, mi úgy hívjuk, hogy Gyömrő Tök, és ezen a Tök Fesztiválon különböző ilyen töklámpás faragások vannak, ugyancsak fellépők, ez inkább egy kicsit az ilyen népias vonalra helyezi a hangsúlyt, tehát népi körhinta, népi játékok, van egy nagyon jól működő tájházunk, néptánccsoportunk, ezek mind-mind bekapcsolódnak. Ezt akartam kérdezni, hogy a civil szervezetek, a hagyományőrzők mennyire vesznek részt? Abszolút, abszolút. Tehát mi egy nagyon jól együttműködő közösség vagyunk. Itt a nyugdíjas klub, ami Gyömrő egyik legnagyobb szervezete, több száz fő, tökéletesen együttműködik, akár egy városvezetés felé, inkább egy helyi politizálás felé irányuló civil szervezettel, de mellette ott vannak a többi civil szervezetek, a Rákóczi Szövetség, ami a Rákóczi Napokat gondozza, egyéb kis szervezetek, akik mind aktíven kiveszik a részüket a programokból.
és ezáltal válik élővé a város. Tehát amikor a sportszervezetekről már nem is beszélek, hiszen Gyömrő nagyon sportos település, a 20 ezer lakosunkból 2000 aktívan sportoló fiatal van, tehát a lakosságunk 10%-a igazolt versenyző, tehát a 4 sportegyesületnek a 25 szakosztálya valamelyikébe, ami tényleg a lovaglástól, a végbordozásig, a kézilabdától, a fociig, a karatétól, a kosárlabdáig minden magába foglal. Tehát itt gyakorlatilag azért ők is nagyon aktívan egy-egy megmozdulásunkra eljönnek, van, hogy egyszerűen csak eljönnek rendezőnek, szervezőnek, és részt vesznek a munkába. Talán ezért is van, hogy nem vagyunk gazdag település, de nagyon gazdagon csinálunk meg mindent, hiszen mi a munkánkat belerakjuk, amért más települések súlyos milliókat vagy tízmilliókat fizetnek, mi pedig önkéntesen vállalva ezt az egészet szervezzük, bonyolítjuk, és ott is vagyunk, hogyha kell. És én magam is, hogyha arról van szó, fogom a sörpadot és cipelem a többiekkel. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy én nem olyan vagyok, mint az oroszlán, hogy a munka oroszlán része az ordítás rám marad, hanem hogyha kell, akkor dolgozom is. És még milyen jó humora is van polgármester úrnak. Mindezek után én arra kérem önt, hogy hívja meg nézőinket a most közeljövőben lévő eseményekre, fesztiválokra. Kedves nézőink, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a szép meghívást. Örülök, hogy egy kicsit beszélhettem a szerelmemről, városomról, és nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan eljönnének hozzánk Gyömrőre, nem csak fesztiválozni, látogassák meg a tófürdőt, vagy csak andalogjanak egyet a rengeteg sétányunk egyikén. Nagyon szépen köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen. Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, én tudom, hogy önök nagyon szeretik Piller István gyógyszerész urat, hiszen valami olyan különleges eredményt ért el kutatásaiban, ami bizony a szervezetünk egészére jó hatással van, pedig azt mondjuk, hogy csak egy lábfürdőt kell venni. Hát erről fogunk most ismét beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Piller István gyógyszerész urat. Azért jöttünk most még egyszer össze, kedves Piller úr, hogy átismételjük, amit tudnunk kell erről a különleges lábfürdőről, meg, ha megengedi, én a nézők által feltett egy-két kérdést is tolmácsolnám, mert hiszen ők a kíváncsiak, az ő kedvükre kell, hogy eleget tegyünk. Én kérnék egy kis rövid ismétlést, hogy tudjuk is, hogy tulajdonképpen azért ez a lábfürdő valami különlegesség. Így van, ez egy szén-dioxid gázt magába foglaló készítmény, tulajdonképpen a mofettának egy otthoni változata, lehet így mondani. Azért mondjuk el, hogy mi a mofetta. A mofetta az tulajdonképpen egy száraz szén-dioxid fürdő, tehát, de van egy nedves változat, amikor vízben oldva van a szén-dioxid, és mi ezt a változatot fejlesztettem ki tulajdonképpen, és így ez a lábfürdő egy tömény szén-dioxid gáz tartalmazó oldat, ami aztán jótékony hatású, hát elsősorban az alsó végtagi vérellátást fokozza, oxigénellátást javítja. Érdekes módon a szén-dioxidnak egy ilyen paradox hatása van, hogyha bőrön keresztül szívódik fel, akkor ilyen, hát mondjuk úgy, hogy jótékony hatású. Mert ha egyébként nem, mert erre rákérdeztek a nézők többször is, hiába mondtuk el, ha nem mondjuk belélegeznénk, akkor mi történik? Az emberek általában úgy ismerik, hogy ez egy káros gáz. A szervezetből eltávozik, és ha bárhol a légzés során a szén-dioxid koncentráció magasabb, akkor az egy káros dolognak mondhatjuk, szervezetünkre ez így hat, viszont ha a bőrön keresztül szívódik fel, mint ahogy ez
nagyon sok gyógyfürdőbe például előfordul, hogy sőt, a nagy része a gyógyfürdőknek széndioxid tartalmú, plusz még esetleg kénhidrogén is van mellette, összen záptojás szagok van ezeknek a fürdőknek. A széndioxid színtelen, szaktalan, és ez egy kellemes lábfürdőt jelent, hogyha ebből a kristályokból elkészítjük. Tehát a találmány lényege az, hogy egy gáznemű anyagot hogy tudunk kristályba zárni? Igen, és utána a felhasználásnál ez a gáz nem a levegőbe illan el, hanem hát a oldatban marad, és igazából ki tudja fejteni a hatását. Tehát tulajdonképpen az a lavor, víz, amiben belerakjuk a lábunkat, az tartalmazza azt a bizonyos gázt, amit addig a kristály tárolt. Így van, és onnan pedig nem fog a levegő belillanni, ami nagyon fontos, hogy hát ne a szoba levegőjében, hanem a oldatban maradjon, és akár több napig is ebbe az oldatba stabilan benne marad a széndioxid. Ez nagyon jó dolog. Kérdezték a nézők is, hogy jó, de hát egy lábvizet általában kiöntünk, itt mondhatjuk azt, hogy ne öntsék ki? Miután ez... Mondjuk egy nem, nap kétszer beletehetjük a lábunkat? Egyszer-kétszer használjuk, így a következő nap még a hatását megőrzi, úgyhogy nyugodtan lehet másnap is használni, hát így is javasoljuk egy kétnapos kezelésre. Hát naponta egyszer-kétszer lehet használni. Ez azért jó most, mert valljuk be, hogy olyan meleg van. Hát milyen jó, ha van egy kis tálkába, lavorba víz, amiben akár többször leülünk, megpihenünk a melegbe, és beletesszük a lábunkat. Hát ha csak abból indulunk ki, hogy életünk során a egyenlítőt kétszer körbe gyalogolhatjuk, akkor mondjuk ez a láb, ez megérdemli ezt a kis kényeztetést, hogy... Hát ezt nem gondoltam volna, tehát annyit járunk az életünk során, hogy... Egy ember ennyit megy. És ugye régen a lábfürdő az mindennapos volt az emberek életében, mert hát valahogy a akkori kultúrákban ez a napi rutinhoz volt, hogy a nap végén mindenki lábfürdőt vett, és ezzel gyakorlatilag felfrissült az emberi szervezet, és nem csak a láb. Mert hát tulajdonképpen egy lábfürdő az általános hatású az egész szervezetre. Megint a nézőktől kaptam sok kérdést, és én ezt továbbítom önöknek. Arról kérdeztek, hogy hát hallottuk, hogy itt csomagok vannak, nem is egy, hogy akkor ennek nagyon nehéz a használata. Hát hogy kell használni? Gáz nyilván nem palackoztuk meg, meg nem is oldatott formájába, hanem ezek kristályok formájában zártuk ezt a gázt, ami tulajdonképpen egy kétfázisú anyag, aminek a oldatba való reagálása során jön létre az a széndioxid, ami utána ott is marad, mert úgy állítottam össze ezt a készítményt, hogy a széndioxid gáz megtartja az oldatba. Ez nagyon fontos, hogy nem a levegőbe menjen ki. Tehát akkor most, hogy segítsenünk, hogy hogy is kell használni, van minden csomagban kétfajta zacskó. Egyes, kettes, vagy ahogy tetszik, AB zacskó, és ezek addig nem lépnek egymással reakcióba, amíg így különbe vannak csomagban. Természetesen a lényege, hogy ez hát csak nekünk laikusnak ez meg kell értenünk. És amikor ugye ez a oldatba elegyedik, akkor szabadul fel úgy a széndioxid, hogy nem fog az edényből elillanni, hanem benne marad kémiai kötésbe, és szabad széndioxidként, amikor használjuk, akkor fejti ki a hatását.
Mondja ezt a gyógyszerész, feltaláló. Én meg akkor mondom az egyszerűt. A legjobb, ha oda készítjük előre az edényt, amiben víz van. Meg egy kis ollót, mert azért az a legegyszerűbb, kinyitjuk a két zacskót. Beletesszük, nem, a lábunkat tegyük előbb, vagy a keverjük hát először el? a kristályokat kell beleszórni, akkor létrejön ez a széndioksziddal telített oldat, és akkor utána lehet használni, hát kinek, hogy a... Tehát akkor oda készítettük a lavort, kinyitottuk, beleszórjuk a két anyagot, és egy kicsit meglőgyböljük, ugye, hogy szépen... Hát, hogy jobb az oldatba menjen, és a reakció végbe menjen. Tehát nem kell félni, abszolút nem bonyolult, és ha ez az oldat kész van, beletesszük a lábunkat, és vagy olvasunk, vagy nézzük a Te a Glóriával című műsort, vagy beszélgetünk a párunkkal, tehát nagyon kellemes időtöltés, és mellette akár hasznos is lehet, mert még borsót is lehet fejteni, miközben ez az érdekes széndioxid gáz. Így van, igen. Hat a szervezetünkre. És ha kiszálltunk belőle, megtöröltük a lábunkat, akár két óra múlva, akár visszaülhetünk, és még egy kicsit felfrissülünk. És hogy ez miért van? Igen. Miért jó? Hát ugye ezt el kell mondani, hogy ugye a széndioxid nagyon erős értágulatot hoz létre a kis ereknek, az a mikrocirkulációt fokozza, és az oxigén ellátás pedig javítja. Tehát ezt a két folyamatot, élettani folyamat, ez nagyon lényeges. A széndioxid ezt mind a két folyamatot elősegíti. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akár megelőzésre is használhatjuk, ha valakinek még rendben van a vérkeringése, még a szíve jól pumpál, és minden rendben van, és az erei sem merevek még, ugye? Mert gondolom... Természetes, hát bárki használhatja, a eredmény az mindenképpen pozitív lesz, de erre csak azt tudom mondani, hogy a puding próbálja az evés. Hát, ez így van. Próbálni. Ez egy mofetta, a házi mofetta, ami nem egyedüli, de ebben a formában mégis az. Uh-huh. Mert ugye a mofetta az egy ismertebb ilyen de eljárás. De ahhoz el kell menni, az helyes, bonyolultabb, ez pedig időigényesebb, még ez egy otthoni. Házhoz küldjük. Házhoz küldjük, ez jó. Házhoz küldjük az egészséget, még azt is mondhatnánk. Igen. Tehát megelőzésre is nagyon jó, de ha valakinek már problémája van a vérkeringéssel, az érrendszerrel, különösen a lábakkal, hát mi szokott megfájdulni legelőször? A lábunk. És igen, akinek van például érszűkülete, viszere, azoknak meg már különösen fontos, hogy karba tartsák magukat. Igen, hát miután ez egy nagyon erős értágító, oxigén ellátás javító hatású, érdekes módon a széndioxidról ezt nem gondolnánk, de ez ilyen. Uh-huh. Ezt a gyógyfürdők, elsősorban ez a mofettára értendő, ott ez bizonyított, hogy valójában értágító is oxigén ellátást javít, viszont otthoni körülmények között ez képes erre, nem kell elutazni. Egy vödör kell, beleöntjük ezt a kristályt, és a értágító hatást otthon is tudjuk élvezni. Hát nagyon szeretjük, ha valakik ilyen jó dolgokat találnak fel. Na most el kell áruljak egy újabb titkot, de ez most még csak tényleg a kutatás állapotában van, hogy önök tovább dolgoznak valamilyen fejlesztésen, ami majd egyszer szintén elérhető így lesz? Így van, hát a teljes testre vonatkozó lehetőség, megoldás, vagy megoldás, ami egy kádfürdő formájában történne. Itt a biztonsági feltételeket kell elsősorban biztosítanunk, ugyanis hát a széndioxid belélegezve az káros hatású,
és hát erre vonatkozóan dolgoztunk ki olyan eljárást, hogy ez megoldható lesz így. De ez most még a kutatási stádiumban van, vagy hát már közel már, a megoldáshoz? Már igazából egy ilyen próbagyártással, hát abban a stádiumban van, és úgy néz ki, hogy pár hónapon belül ez is forgalomba kerül, és akkor hát a kedves nézők ugye meggyőződhetnek, hogy ez milyen hatású, addig marad a lábfürdő. Hát kedves nézőink, ugye sokan szeretünk bizony beülni a kádba, és úgy egy kicsit ellazulni, mert maga ugye a vízfelhajtó ereje is jót tesz, hát ha még aztán ebbe egy olyan valami kerül, ami az erekre különösen jó hatással van. Úgyhogy én kívánom, hogy akkor ez minél hamarabb már olyan stádiumba kerüljön, hogy elérhető legyen. Ön nem is egyedül dolgozik, ugye? A fiával együtt? Igen, a marketing részét a fiamra bíztam, ő ebben nagyon profi, és jól csinálja, mert azt tudni kell, hogy a gondolat az kevés, sőt, még a termék is kevés, ha már ott van. A piac az a mindenható. Hogyha el tudjuk a piacot érni, akkor van siker. Hát én azt hiszem, hogy sokunknak szüksége van egy ilyen fajta felfrissülésre és jobb közérzetre, úgyhogy mi ezt nagyon köszönjük önnek, és várjuk majd az újabb híreket. Hát, köszönöm a lehetőséget, és természetesen, ha valami újdonság volt, sikerül még összehozni, azt mindenképpen a tévénézőivel a Tea Glóriában műsorban mindenképpen el fogjuk mondani. Hát ezt mi köszönjük, hiszen pontosan ez a műsorunk célkitűzése és egyben mottója is, hogy segítsünk, ahol tudunk, adjunk jó és új híreket arról, hogyan lehetünk még egészségesebbek. Kedves Piller úr, köszönöm, hogy itt volt, hogy velünk volt, hogy ránk szánta az idejét, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm a lehetőséget, és minden kedves nézőnknek jó egészséget, jó lábfürdőzést kívánok. Szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, hát persze, tombol a nyár, tele vagyunk érdekes eseményekkel, de ezek közül is igyekszünk kiválasztani önöknek olyat, amit értékesnek tartunk, jónak tartunk, és maga a település is szép és különleges. Na hát ilyen település Szárszó. Nagyon sokféle kulturális, történelmi kapcsolata is van, mindenki ismeri József Attilát, Csukás Istvánt, tehát úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen is ez a település, és mivel készül. Hát ha én azt mondom, hogy lecsó, mindenkinek összeszalad a nyál a szájában, ki ne szeretné a lecsót, és például Szárszón lesz lecsófesztivál. Tekintsék meg szárszói képes hívogatónkat. Balatonszárszó a Balaton déli partján elhelyezkedő egyik legrendezettebb és legszebb település. Kedvelt célpontja a családos, kisgyermekes pihenni vágyóknak, szabadidős programot, gyermekprogramot kereső családoknak, ugyanakkor lehetőséget kínál az idősebb és a középkorosztály kikapcsolódásához is. Évről évre parkosítások, virágosítások varázsolják egyre szebbé és vonzóbbá a községet. Könnyen megközelíthető az M7-es autópályán, vagy akár vonattal, vagy busszal is. Első írásos említése 1082-ből származik, bár az akkori falu a maitól 1 kilométerrel délebbre feküdt. A középkorban a tihanyi apátnak és a veszprémi káptalannak is voltak birtokai a faluban.
Szárszó a Rákóczi szabadságharcot követő nyugalmasabb időben költözött a mai helyére, ahol az 1715-ös népösszeírás 16 magyar jobbágyot talált. A falu 1733-tól a Hunyadi család birtoka a környező településekkel együtt. Szárszó a 19. században gyors fejlődésnek, gyarapodásnak indult, amihez nagyban hozzájárult az 1861-ben elkészült déli vasút, valamint a század végén meginduló balatoni fürdőkultúra. A települést 1973-ban nagyközséggé avatták. Szárszó neve feltételezhetően az 1082-ből ismert száraz aszó, azaz száraz völgy szóból ered, bár egyes elméletek szerint Szárszó az Árpád-kori magyar királyság egyik települése volt. Szent István fia Imre halálát követő trónviszály után Szár László alapította a dinasztiát. Szárszó értékes kincse a József Attila Emlékmúzeum. József Attila élete 1936 nyarától kapcsolódik Balatonszárszóhoz. Augusztustól szeptember közepéig pihenéssel, udvarlással és versírással töltötte napjait a Palota panzióban. Másfél évvel később, 1937. november 4-én csikorgó télidőben látta viszont a szép emlékezetű nyaralót. A jól felszerelt budai szanatóriumból ide irányította orvosa, hogy családi körben állandó és gondos felügyelet mellett folytatódjék tovább gyógyulása. 1937. december 3-án 19 óra 35 perckor a balatonszárszói állomáson a menetrendben nem szereplő induló tehervonat halálra gázolta a költőt. Az egykori horvát panzió ad otthont az új József Attila kiállításnak, ebben a házban töltötte utolsó napjait a súlyos betegségéből lábadozó költő. Az épület belső térszerkezetében ritmikusan elrendezett anyag szellemi kozmosszá varázsolja az impozánsan tágas emlékező helyet. A térbe iktatott oszlopok, beugrók, pihenő szigetek révén részleteiben is bemutatja a költő tárgyi hagyatékát, lírai univerzumát, példátlanul sokrétű költészetét. Szerelemvágyról, szenvedésről, halálról szól, mégis minden korosztály érdeklődésére számot tarthat. A családdal érkezőknek olyan játékos, kreatív, közös befogadást kínál, amelynek segítségével a gyerekek is sok mindent megérthetnek a tragikus sorsú költő életproblémáiból és költészetéből. József Attila első sírhelye. A költőt a szárszói régi temetőben temették el, és 1942-ig nyugodott itt. Sírja ma a Kerepesi temetőben van. Szárszói később készült temetői emlékkövén az Íme hát megleltem hazámat kezdetű, valószínűleg utolsó versének sorai olvashatók. József Attila szobra. Az alkotás a költő nevét viselő általános iskola előtti parkban áll. Az egész alakos bronzszobor Tar István szobrászművész alkotása. A szobor eredetileg nem itt állt, hanem a vasútállomás mellett. Az eredeti szobor gyorsan rongálódó anyagból készült, és 1955-ben öntötték ki bronzból. A 70-es évek elején az iskola és az óvoda között új parkot létesítettek, ekkor helyezték át, hogy méltóbb helyen álljon az alkotás. A József Attila emlékmű.
A Tóparti Parkban állították fel 1996-ban az itt elhunyt költő emlékművét, amely Ortutai Tamás alkotása. A szerelvényen a költő versei olvashatók, ami különleges és újszerű élményt nyújt az ide látogatóknak. Érdekesség a Vers utca. 2020 nyarán megvalósításra került új, kültéri állandó kiállítás B. Gyarmati László ötlete alapján a Vers utca. Tematikus, interaktív elemekkel gazdagított projekt, mely Balatonszárszó természeti, kulturális és szellemi értékeihez kapcsolódóan mutatja be a klasszikus és kortárs magyar költészet legnagyobbjait. A 10 állomásra épülő sétaút a szabadidő aktív eltöltéseként és oktatási szempontból is kiemelt jelentőségű, rendhagyó irodalomórák helyszíneként is felhasználható. A 10 állomásra épülő sétaút a szabadidő aktív eltöltéseként és oktatási szempontból is kiemelt jelentőségű, rendhagyó irodalomórák helyszíneként is felhasználható. 3 darab kültéri hangboxos versmegálló került beszerzésre, valamint 5 darab versmegálló. Olvashatók és meghallgathatók többek között József Attila, Babits Mihály, Kányádi Sándor, Íjés Gyula ismertebb versei, csak úgy, mint Faludi György, Fodor András, Rónai György, Csukás István, vagy éppen Kemény Zsófia és Varró Dániel költeményei híres magyar művészek előadásában. A Csukás Színház. Balatonszárszó kulturális életének kiemelkedő színtere a Csukás Színház. A vasútállomás és a Balaton között elhelyezkedő létesítmény mára országos hírnévre tett szert. Az épületben az 1970-es évek végétől 2004-ig kertmozi működött. Majd 2011-ben Csukás István életműve előtti tisztelet kapcsán Csukás Színház alakult meg az önkormányzat és a helyi lakosok nyaralók összefogásával, amely egyedülálló kulturális attrakciót képvisel a déli parton. Alapvetően a gyermekközönség igényei határozzák meg a repertoárt, általában zenés mesejátékokat, sokszor a Csukás életműhöz kapcsolódó meséket vonultat fel. A repertoár ugyanakkor tartalmaz felnőtteknek szóló darabokat, műsorokat, koncerteket is, illetve helyet ad olyan rendezvényeknek, amelyek a nagyközség lakossága számára is érdekesek lehetnek. Balatonszárszón a Jókai utca 2 szám alatt a hajdani kertmoziból az önkormányzat, a település lakói, üdülő tulajdonosai és a kultúra támogatói összefogásával 2011. június 26-án átadták a Kossuth Díjas Csukás Istvánról elnevezett Csukás Színházat. Régi óhajunk, Balatonszárszó balatoni gyermekparadicsom legyen, a strandunkkal együtt ez most a színházadvatóval megvalósulni látszik. A támogatókat a színház bejáratánál níves táblán örökítették meg. Én csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy úgy érzem, hogy aki annyi szeretetet adtam évtizedek alatt, most úgy érzem, hogy ezt visszakapom. Köszönöm! És akkor elérkezett az az ünnepélyes pillanat, amikor Csukás István megnyitja a Balatonszárszói Csukás Színházat. És én, mint polgármester, azt tudom ígérni, hogy ennek a színháznak lelke lesz, és nagyon sokáig fogják emlegetni
hogy Balatonszárszón ez a mai napon ünnepélyes keretek között megnyílt. A premier előadás mi más lehetett volna, mint a Süsű a sárkány. Évek óta a Csukás Színház köré épül a legnépszerűbb programunk, a többnapos Sárkányfesztivál. Én vagyok a híres egyfejű, a nevem is ennyi, csak Süsű. De én egyiket se bánom, egyfejűként élem a világom. Vidám lelkem senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi. Senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj! A szárszói önkormányzattal kötött együttműködés értelmében 2020. január 1-től a kultkikötő felel a Csukás Színház szakmai irányításáért, azaz a programok szervezéséért és lebonyolításáért. A turisták, főként a nagy családok körében népszerű nagyközség emblematikus intézménye eddig is fontos kulturális értéknek számított, de a kooperációnak köszönhetően tovább erősödhet a nagymúltú kulturális szintér, és ezzel együtt a település vonzereje. A nemrég elhunyt Csukás István mellszobra a névadó színházának bejáratánál áll, amelyet Megyeri János szobrászművész alkotott. A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 2017-ben adták át a Megújulás útja tematikus sétautat. A település központjában bárki egy-másfél óra alatt végig sétálhatja a 10 állomásból álló 3 kilométer hosszú utat. A megállókban a reformáció legjelesebb vívmányai és azoknak a mai életünkre tett hatásai olvashatók. Kívánjuk, hogy ez a mini zarándokút mindenkinek maradandó emléket jelentsen, melyet Balatonszárszóról hazavihet. Balatonszárszó a családosok paradicsoma. Balatonszárszó a Balaton déli partjának egy nyugodt égköve, ahol gyermekbarát és akadálymentes ötcsillagos strand várja a pihenni vágyókat és a kultúra szerelmeseit. A strandon található egy sekélyvízű, csodálatos természetes öböl, mely azért különleges, mert megmaradt olyan természetes, homokos partszakaszként, amely a Balaton déli partján levő strandokon csak már nagyon kevés helyen található. Csukás István megtestesült mesehősei pedig minden évben várják a lelkes gyermekeket. A vízre bekúszó 450 négyzetméteres tég pedig varázslatos helyszíne kulturális rendezvényeknek. Balatonszárszón minden évben megrendezésre kerülnek a hagyományőrző disznóvágó napok, halászléfőző napok, májusfa állítás, lecsófőző verseny és a szüreti mulatság. Az idei évben, augusztus 31-én 10 órától várjuk szeretettel az érdeklődőket, szórakozni vágyókat a központi strandon a 17. szárszói nemzetközi lecsófőző fesztiválon, ahol akár versenyzőként is megmérettethetik magukat, jelentkezni vagy további információt kérni az alábbi címen lehet.
Majd szeptember 7-én hagyományos szüreti felvonulást tartunk, ahol kicsik és nagyok belekóstolhatnak a szőlőlé, must és borkészítés rejtelmeibe, és meghallgathatják a kisbíró kikiáltó mondandóját a településről. Az összes cimborát, hogy születeljük a Vénhegyborát. Lenyelünk vagy tízfelest, nem is járunk egyenest, vigyázz, hogy a tőkét lemegesd. A sok száz tőkén jó szőlő akad, elnyög a puttony, majd beleszakad. A présházban nagy a zaj, ömlik a must vagy a vaj, drága komám, lemegid magad. Itt van már a szület ideje, az én szőlős kertemet a világ közepen. Csidött forog a sok ember, s vagy az Isten, most meg nem ver, 10 hektó lesz a szőlőlevem. Eljött hát a szület ideje, tapad a sok murcitól a hordunk feneket. Ne nézd most, hogy hány az óra, holnap reggel viradóra, mindent megiszol, mánya a fene. Jók a bőrökölem, hogy ott a kiszol. Öntözzük meg ezt a jó kaját, édes rózsám, ide a piát. Ott szannak a poharak, siratják a boromat, hátra van még a születi bál. Itt van már a szület ideje, az én szőlős kertem lett a világ közepe. Sülök, forog a sok ember, s haj az Isten, most meg nem ver, 10 hektó lesz a szőlőleve. Eljött hát a szület ideje, dagad a sok murcitól a hordó feneke. Ne nézd most, hogy hány az óra, holnap reggel tiradóra, mindent megiszunk, bánja a fene. Kedves nézőink, ugye, hogy mennyi kulturális érték, kincsek vannak Balatonszárszón, és mennyi érdekes rendezvény. Én azt mondom önöknek, hogy kapják magukat, és irány Balatonszárszó. A Színes Nagyvilág című blokkunkban már többször mutattuk be Indonéziát, természeti szépségeit, nemzeti kultúráját, hagyományait, táncait, a gamelán muzsikát és ünnepeit. Az Indonéz Köztársaság nemzeti ünnepét augusztus 17-én tartják, arra emlékezve, hogy 1945-ben e napon kiáltották ki az ország függetlenségét. Kedves nagykövet úr, minden nemzetnek az egyik legszebb ünnepe maga a nemzeti ünnep. Arra lennénk kíváncsiak, hogy Indonéziában mit ünnepelnek ilyenkor? Tahun ini kita merayakan idén, ebben az évben az indonéz nemzet függetlenségét ünnepeltük. Ez a függetlenségi nap minden évben augusztus 17-ére esik. Ahogy talán többek önök közül tudják, az indonéz nemzet az több mint 300 év gyarmati időszak után nyilvánította ki a függetlenségét 1945. augusztus 17-én. Sukarno és Hatta volt az, aki kinyilvánította a nemzet függetlenségét, és ezt ünnepeljük minden év augusztus 17-én. Indonézia egy óriási szigetország, talán a legnagyobb a világon, több mint 17 000 szigetből áll, 300 népcsoport él ebben az országban, és kb. 500 különböző nyelvet beszélnek Indonéziában, és ha rátennénk az Európa térképre, akkor az ország Londontól Isztambulig terjedne. Európa, dari London ke Istanbul. Indonézia több mint 276 millió lakossal rendelkezik, és ilyenképp körülbelül a harmadik legnagyobb demokrácia. Azt gondolom, hogy
Ezekből a számokból is talán el tudják képzelni a nézők, hogy milyen csodálatos ez az ország, ez a 17 ezer sziget. Nagyon sok szép tengerpart található az országban. Ugye gondolom a legismertebb az Bali szigete a szigetek közül, és mi indonézek úgy tartjuk, hogy amikor Isten megteremtette Indonéziát, akkor mosolygott. Most új ötlettel állunk elő. Azt mutatjuk meg, hogyan élvezték a hazánkban élő indonéz emberek ezt a napot, meg az ilyenkor hagyománnyá vált tradicionális játékokat. Ne lepődjenek meg, ha olykor-olykor stábunk tagjait fedezik fel játék közben. Kulisszatitkok. Kedves nézőink, hát egy csodálatos évadot, és azt is mondhatjuk, hogy jubileumi évadot zárt az Esztergomi Várszínház. 35 évesek lettek, erről mi hírt is adtunk. Igen ám, de most már nagyon sok előadásról is beszámolhatunk, és egy kis kulisszatitkokról, hogy hogyan is készültek a művészek, vagy maga a Várszínház. Nagy szeretettel köszöntöm az Esztergomi Várszínház igazgatóját, művészeti vezetőjét, Horányi Lászlót.
A mai adásban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi történt egész nyáron, hiszen nagyon mozgalmas volt, és még talán van is egy-két meglepetésetek, tehát kulisszatitkokat várunk, hogyan készültetek maga a színház, vagy éppen a művészek. Ugye szabadtéri színházról lévén szó, az emberek zöme azt hiszi, hogy hát elég olyan május-júniusban fölkészülni rá, és akkor jön a június vége, amikor indulnak az előadások, egészen augusztus végéig, hát akkor toppon kell lenni, oda kell figyelni, és ezzel vége is van a szabadtéri színháznak. Hát az is kulisszatitok, hogy ez nem így van. Tehát egész éves munkát igényel, az részben az előkészület, ugye most pedig így augusztus vége felé az egésznek a lecsengetése, adminisztrációs munkák, pályázatok elszámolása, az egésznek az összefoglalása, és ez körülbelül október-novemberig tart, de utána már a következő évet kell előkészíteni. Tehát egy egész éves készenlétet, irodai és szervezési munkát igényel. Ugye ez egyik kulisszatitok, a másik, hogy állandóan ilyenkor már mindenki, aki a Várszínházban dolgozik, már fájlalja a nyakát, fejében állandóan az eget nézi. Hát, hogy ugye, hogy nehogy jöjjön valami áldás onnan fölülről. Hát az idén azt kell mondjam, hogy mi nagyon örültünk ennek a nagy melegnek. Lehet, hogy a mezőgazdaságnak is vannak olyan területek, ahol hát, hogy mondjam, ez a szárazság azért kiütötte a biztosítékot, de mi nagyon örültünk, mert egyetlen egy alkalommal kellett bevonulni csak a védett helyre, a fedett helyre, a többi alkalommal föl sem merült, hogy az előadást bevigyük, és így tudnék a nézőnek, nekünk ez plusz munka, hogyha át kell pakolni az előadást, meg a nézőnek is, mert tulajdonképpen az esztergomi várszínházat mindegy szakrális helyet nagyon szeretik. És amikor már onnan el kell menni, akkor bárhová kell kimozdulni, hát az már annyira nem jó dolog. Igen, a lelkileg úgy készülünk, hogy megyünk egy várszínházba, szabadba, utána előtte sétálunk. Igen. Úgyhogy szóval akkor esernyőre nem volt szükség. De szükség volt az esernyőre, mert a délelőtti gyerekelőadások, amikor egy ilyen kreatív művészeti tábort indítottunk, most már 24. alkalommal rendeztük meg, jövőre ez is 25 éves lesz ez a tábor. Ezt a nagyváradi gyerekszínház művészei vezetik, most már ugye 24 alkalommal, és ott az előadások mindig délelőtt 10 órakor kezdődnek, tehát 10, fél 11 felé azért igen erősen odasüt a nézőtérre a nap, úgyhogy úgy ültek a gyerekek, a szülők, mint hogyha esernyőt vettek föl a napszúrás ellen. Ez még arányos. Akkor abban az időben a színpadra nem süt, tehát ez még szerencsés, de a nézőtéren valóban kell az esernyő. Akkor ezek szerint tulajdonképpen most van a nem szeretem munka, ez a bizonyos hát, adminisztráció. Hát sok adminisztráció, igen, papírmunka. De már mondjuk januárban készültök, hogy mi lesz a következő hát, program? Sőt, általában már karácsonykor olyan 80%-ban már megszoktuk hirdetni, hogy mi is lesz a következő év programja, vagy legalábbis milyen fő irányok mentén áll össze a Várszínházi évad. Maradjunk most még az idei nyárnál, és menjünk végig a különböző előadásokon. Melyik volt az első? Az egy új kezdeményezés volt, hogy az SFV-vel szeretnénk egy olyan megállapodást kötni, hosszú távú megállapodást, hogy mindig az évadot a végzős, vagy éppen harmadéves előadás, hallgatók vizsga előadásaiból egy ízelítőt, egy bemutatót adunk. Idén a Csikárgó volt, a Tempefői volt a másik. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal volt a nézőtéren, ez is volt a cél. Tehát, hogy a kicsit a érdeklődőkön is fiatalítsunk, meg az előadókon is, tehát a főiskolások játszották, illetve egyetemisták játszották az előadásokat. Én azt gondolom, hogy ez az elképzelés, ez működött, tehát érdemes folytatni. Aztán utána nyilván volt a saját bemutatónk, a Pengetangó, ami elég nagy érdeklődésre, elég sokan megnézték. Gyulai Várszínház, az Aradi Kamaraszínház és az Esztergomi Várszínház közös produkciója volt, ez a Pengetangó. És ilyenkor, ha már kulisszatitkoknál tartunk, nem nehéz az együttműködés? Hogy de én ezt... De. Tehát nem kell sokat gondolkodni, nagyon nehéz. Tehát az egyeztetések, hiszen három helyszínre kell a színészeket, hiszen állandó társulata a Gyulai Várszínháznak sincs, az Esztergomi Várszínháznak sincs,
és hát egy színész mag van az Aradi Kamaraszínházban, de ők is azért darabszerződéses színészekkel, művészekkel dolgoznak, tehát nagyon nehéz összeszervezni, hogy mindenki ráérjen, hogy minden jó legyen, de hát ez is az egyik szépsége az ilyen együttműködéseknek. A Temesvári Színház, ugye az Esztergomi Már Színház híres arról, hogy a határon túli színházoknak mindig ad bemutatkozási lehetőséget. A Temesvári Színház évek óta rendszeresen visszajár Esztergomba, és most a Caravaggio című előadással volt, ami azt kell, hogy mondjam, hogy egy kuriózum. Tehát azt mondta egy-két néző, na végre láttunk egy igazi színházat. Tehát a Caravaggio az egy igazi színház, az egy színházi előadás, nem kifejezetten nyári előadás, tehát nem az a kategória, hogy na, valami könnyed, valamit tegyünk oda, mert nyár van. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy ez a teória, ez Esztergomban mindig megdől. Tehát a történelmi dalapokat is nagyon szeretik a nézők, és a nem éppen habkönnyű, hát majdnem azt mondom, hogy ilyen felhígított előadásokat, nem feltétlenül azokra jönnek sokan. Szerintem a helyi szelleme ad egy emelkedettebb. Pontosan, így van. A óriási előadás volt a Bogányi, hogy ugorjunk egy nagyon... Ne ugorjunk még, mert most én mesélem el az én élményemet a Caravaggiohoz. Olyan boldog voltam, mert erre el tudtam menni. Hát egyrészt nekünk is csodás időnk volt, remek helyünk, köszönjük szépen. És leültem, hogy látok egy színházi előadást. És így pillogtam, hogy mennyi ötlet, mennyi rendezői bravúr volt benne. Egyrészt színházat láttam, mégis mint egy film pergett előttem az esemény. Mondtam is, hogy mint egy igazi, szürreális film úsztak egymásba a helyszínek, vagy például nagyon sokat segített, hogy említenek egy nagyobb művet, igen. Amit egyszer csak meglátok, úgy halványan feltűnni. Igen, kivetítővel. Ami nem is kivetítővászon volt, hanem a díszlet egyszer csak... díszlet része volt. Fantasztikus nagyon. Ötletek voltak. Végig tudtam követni Caravaggio életét, de a kis problémákat, hogy már akkor ellentétek művészek között, a társadalom és a művészek között, a kormányzat és a művészek között fantasztikus volt, és olyan jó színészeket láttam, hogy egyszerűen élmény volt az egész este. Hát köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy így látod. A Temesvári Színház egyébként kimagaslóan jó színház. Én azt mondom, hogy ugye előbb említettem, hogy a határon túli színházaknak mi mindig adtunk 90-es években is, és most is, és a jövőben is adunk bemutatkozási lehetőséget. Azt kell, hogy mondjam, minden elfogultság nélkül, hogy a Temesvári Színház így a határon túli színházak közül az első három dobogos helyben benne van. Akkor nagyon csak jó. Tartsátok meg ezt a jó kapcsolatot. Jó. És kitűnő színészek vannak a Temesvári Színházban, és nagyon jó rendezőket hívnak. Hát Purkerete dolgozik ott, például jövőre arról tárgyalunk, hogy talán egy előadását el tudjuk hozni. Tehát igazi komoly művészi, színházi műhely munka folyik a Temesvári Színházban. Nagyon örülök, hogy te is így láttad, és ezeket mondtad. Aztán egy kicsit populárisabb előadás volt, ugye Pindrok Csaba és Verebes Linda előadása, Mr. és Mrs. Óriási érdeklődés volt. Le kellett állítani, másfél héttel az előadás előtt le kellett állítani a jegyárusítást, mert már nem fértek volna többen be. Tehát, és ez több előadás előfordult. Hát, ezzel a nyáron, örülök neki. Jó, hát kedves színészeknél, jó darabnál, persze. Igen, ez természetes. És akkor, tehát a Bábtábor, ami 24. alkalommal volt, az is nagyon jól működött. És úgy vettük észre, hogy nagyon sok... ugye 6 és 12 év, 14 év kor közötti gyerekeknek szól a Bábtábor, és most elbillent a mérleg a 6 évesek irányába. Tehát azt jelenti, hogy kicserélődött egy generáció, tehát akik 14 éves kort elérték, azok már kinőttek a Bábtáborból, és jöttek az újak. És lényegesen többen voltak, mint tavaly. És úgy néz ki, hogy ugye akik most 6 évesen megtapasztalták a Bábtábort, és a szülők már a
Bábtábor záló előadásán már jelezték, hogy jövőre is szeretnének jönni. De ugye ezek a gyerekek 4-5 évig biztos, hogy részt fognak tenni a és táborban. És már a színház, a bábozás, igen, minden, igen, a művészetek beleibódik a kicsit belepillantalak, nem feltétlenül lesznek ők színészek, persze, meg nem kell bábszínészek, hogy legyenek. Egy ilyen kreatív művészeti tábor, vagy sportfoglalkozás is van. Tehát nagyon szeretik. Tehát volt olyan szülői vélemény, a harmadnapon mindig reggel kérdezgetjük, na, mit mesélnek a gyerekek otthon, és azt mondja, nem hitte el, egyik szülő azt mondta, hogy nem hitte el, hogy ez az ő gyereke. Amikor este hazajött, úgy kinyílt a gyerek az egész napi foglalkozások hatására, hogy a szülők voltak legjobban meglepődve. Tehát végül is a foglalkozás elérte a célját, azt hiszem. De nagyon érdekes, meg jó zenei koncertek, mondjuk így. Igen, hát az úgynevezett nagy előadások, azok mindig a bazilika előtt zajlanak. Hát most nem a bazilika előtt rendeztük meg, hanem a bazilika oldalában. Uh-huh. Ennek ugye a bazilika nagyon komoly felújításon esik át. Ott nyilván az építőipari munkákat, azokat szervezni, pontosítani, ütemtervet csinálni, hogy ne zavarja az építkezést, a színpadépítés, a nézőtérépítés, ezt elég nehéz összeegyeztetni. Ugyanakkor ez az egyik dolog, a másik, a bazilikának is van egy saját élete, tehát az egy, csak egy szakrális hely, tehát ott is vannak szentmisék, augusztus 15-e, ugye a Nagyboldogasszony napja, már 13-ától készülnek rá, és hétvégeként vannak esküvők, tehát ráadásul 10-én azt hiszem, hogy 5 vagy 6 esküvő volt, hát ami azért eléggé megterheli a bazilika személyzetét, úgyhogy majdhogy nem az egész napot igénybe veszi ez az 5 vagy 6 esküvő, hiszen óriási tömeggel jön a násznép, azoknak kell hely, ha szeretnének az oszlopcsarnokban levonulni, ugye, de most az építkezés, meg a színházi építkezés is, ez mind zavarta volna, és úgy döntöttünk, hogy inkább, tehát a nézők, akik jönnek föl erre az előadásra, azok a bazilikával szembe jönnek föl. Föl, de utána egy csodát, pici kanyart. Egy picit elmennek balra, és ott már látják, és ott van a nézőtér, ugyanazt, ami a nézőtéri tükrölben szerepelt, ugyanazt a nézőteret építettük föl, egy hatalmas nagy 8-10 méteres fedett színpad volt, és ugye 9-én a Kozma Orsi és a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar koncertje volt. Kozma Orsi olyat alakított, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek leesett az álla, és ez így van jól, és ezt übörölte a Bogányi két zongorát állítottunk majdnem egymással szembe, tehát voltak Esztergomban olyanok, akik még Bogányi zongorát életükben nem láttak, most egyszerre 2 volt fönt a színpadon, és ugye Bogányi Gergely a világ egyik legjobb zongoraművésze, ezt azért el kell ismerni és ki kell mondani, Binder Károly pedig egy világhírű zongoraművész. Varga Gábor egy világhírű zongoraművész, és Boros Misi, aki a Talentumot pár évvel ezelőtt megnyerte, tehát ő is ezen a világhír felé vezető lépcsőn már elég magas fokra eljutott. Tehát ez a 4 zongoraművész valami fantasztikus koncertet adtak. Legjobb bizonyíték erre, hogy jó páran odajöttek utána, a koncert után, hogy ők már elmúltak 60 évesek, de el szeretnék mondani, hogy életükben ilyen komoly zenei koncerten még nem vettek részt. Hát ez nagyon jó. Ennél nagyobb elismerés hát, nem kell. És nagyon sokan voltak itt, egy vagy két ember, nem akarok mondani, legalább 10 voltak. Jó, szerénket tudjuk. Sokan voltak, és azt mondták, hogy tényleg én is úgy kezdtem ott a főkonferenciát, hogy az Esztergomi Várszínház azon színházak sorába lépett, amelyek világhírű produkciókat is be tudnak, világszínvonalú és világhírű produkciókat is műsorra tűznek, és ez a Binder Karcsi, Bogányi Gergő és a csapata, ez egy világhírű előadás volt.
világszínvonalat ütöttek meg. Hát mi ehhez is gratulálunk, ugye ez a 35. évad muszáj, hogy méltó legyen a jubileumhoz, és ezek szerint igen, úgy sikerült. Lesz-e még valami, amit még esetleg meg lehet nézni? Hát most ugye a városi hagyomány már az, hogy mindig vannak szent, úgynevezett Szent István napi rendezvények. Igen. Az idén augusztus 17-én, 18-án, 19-én és 20-án tart egy kézműves foglalkozások, gyerekelőadások, zenei koncertek, és hát lesz egy igen kimagasló előadás, a Száztagú Cigányzenekar koncertje látható, a Magyar Népmese Színház két gyerekelőadással is jön, és a Feke Paliék pedig az István a király koncertváltozatát adják elő, tehát lesz minden szám elhangzik, ami az István a királyban szerepel, úgyhogy az egy kiemelt előadás lesz augusztus 19-én este 9 órakor. Hát, Laci, én csak azt tudom mondani, hogy olyan öröm ilyesmit hallgatni, a sikert, azt, hogy valami jól működik, és ez nyilván neked és az ottani stábnak is köszönhető. Igen, igen, igen. Hány ember dolgozik ez? Hát nézd, tehát a úgynevezett csöndes időszakban akkor csak 4 munkatársa van az Esztergomi Várszínháznak, de amikor így beélesednek a dolgok, hát akkor van úgy, hogy olyan 30-an is dolgoznak. Gondolom, hát. Egy-egy előadás alatt aztán meg pláne. Igen, 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 és Ambrus Reginát ki kell emeljem, ő az egyik fő munkatárs, tehát őnek ő a titkárságot vezeti, tehát ő nagyon, nagyon, hogy mondjam, kitesz azért, hogy az Esztergomi Várszínház ilyen sikereket érjen. Na, akkor Ambrus Reginát innen is üdvözöljük és köszönjük. Laci, köszönöm, hogy eljöttél, és én remélem, hogy ha jövőre beindul, és már tudunk valamit mondani az új évadról, akkor is megtisztelsz minket. Boldogan, és köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Egészségünk. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit tudományosabban is ezzel a csodavízzel. A 60 Celsius fokos gyógyvízként tartalma Magyarország összes gyógyvize közül a legmagasabb. De tartalmaz még káliumot, nátriumot, kalciumot, magnéziumot, mangánt és vasat, az anoinok közül nitrátot, nitritet, kloridot, szulfátot és hidrogénkarbonátot. Az anionok és kationok összesen 2513,5 mg per litert jelentenek. Alkalmas reumás megbetegedések, ízületi gyulladások és kopások, női betegségek és bőrbetegségek enyhítésére, gyógyítására, segíti a sérülések gyógyulását és az ortopédiai műtétek utókezelését. A fürdőzésben a fizikai hatások közül legkedvezőbb a felhajtó erő, amelynek következtében a testsúly 1/10-ére csökken, ezáltal az ízületek terhelése minimális lesz. A hidrosztatikai nyomás a keringést befolyásolja, a felületes viszér és nyirokereket komprimálja. Ezáltal a traumás vagy statikai eredetű duzzanatok mérséklésében játszik jelentős szerepet. Az egyik gyógymedence 34-36 Celsius fok hőmérsékletű, az úgynevezett anyagcserére közömbös hőmérsékleti tartományhoz tartozik. A másik, a 38 fokos, mérsékelten meleg fürdőnek számít. A meleg vízben a bőrerei kitágulnak, fokozódik a szövetek oxigénellátása, csökken az izomtónus, ezáltal a melegfürdő izomlazító, fájdalomcsillapító hatású és kedvezően befolyásolja az idült gyulladásos folyamatokat is. Ismerkedjünk meg a denevér ággyal. A
Jó. Körülbelül egy ilyen szögben igen. Talán megfelelő lehet ez a nyújtás. Ha egy picit sok, akkor visszaengedem, hogy ne legyen ilyen meredeken, jó? Fokozatosan szoktuk igen. Leengedni, hogy szokja ugye a nyújtást a gerinc, és hogy felszabadulnak ugye ezek a porckorongok a nyomás alól. Problémája van az úrnak a sérvel, ezért, hogy a nyomás ne legyen rajta, ugye, és ilyenkor a gravitáció segít tulajdonképpen, hogy eltávolodnak egy picit egymástól a csigolyák, és talán így könnyít neki rajta, hogy ne nyomódjanak. És ez olyan 10 percig szokott lenni, hogy nyújtás alatt van. Milyen érzés egyébként? Ez vagy, szokatlan. Ha ezt jónak fogom megítélni, azt gondolom, hogy ez fokozatosan őtság elvét betartva mindig kell gyakorolni. Hát közel másfél évtizede műtötték a sérvemet elő, első alkalommal majd újra, és most két újabb sérvem van. Eddig nem mertem kipróbálni, ide visszatérő vendégek vagyunk, és most bízva a kedves hölgybe, az elmondottakba kipróbáljuk. Én úgy gondolom, hogy akár egy napi rendszerességgel most még itt tartózkodnak, hasznos lenne ezt így folytatni, és akár ha bevált, akkor ezt otthon is lehetne. Még annyit megtehetnénk, hogy akkor nyújtózkodik igen. Reggel az ágyban, igen. Hogy felrakja a karjait, és mintha elkezdene nyújtózkodni egy kicsit, hogy leugassa igen. Le a karjait, és még annyit tehetünk, hogy mint amikor oldalra akar fordulni igen. Egy picit, mintha át akarná rakni a karját, mintha igen. Így. Így, mert a deréknál érezni ezt a csavarodást, meg ezt a nyújtózkodást. Igen. Másik oldalra másik is. Oldal is. Ahogy ön érzi, igen. Ha jól esik, igen. Akkor csinálja, mintha hát szeretne fordulni. Igen. Így. Igen. Jó? És akkor úgy ugyanúgy vissza. Mint mondtam, azóta egy egész más életminőséget kell megélnem. Igen. Tehát reggelsére fölébredek, felülök az ágy szélén, és nem állok talpakra azonnal. Mm. Illetve hát amit csak lehet emelni kell, nem nagy súlyokat, de mind combból inkább, mint hogy derékból és úgy a karerőt kihasználva. Ugye nem szabadna egyből derékből hajolva felemelni, mert ugye ezzel terheljük a legjobban a derekat és a háti gerincet. Szakaszosan engedjük vissza a vendéget, nem egyből engedjük vissza a denevér ágyat a kiinduló pozícióba, hanem lassan kell visszaengedni, hogy az egyensúly, a vérkeringés minden egyensúlyba kerüljön. Így is furcsa lesz egy kicsit utána neki majd, hogy mire megszokja, hogy ne szédüljön, mert egy picit szédülni szoktak utána. Jó? Jó. És akkor most engedem egy kicsit vissza, tehát egy felén körülbelül, mint ahogy le volt engedve. Megállunk egy pici időre, és akkor utána tudjuk visszaengedni. És addig is pihenhet egy kicsit, még feküdhet, mi kibontjuk a bokájánál, mert ott van rögzítve, és akkor felül a denevér ágyra, és utána még üldögélhet rajta, még úgy érzi, hogy nem szédül, és le tud jönni a denevér ágyra. A masszázs görgők a ülőgumótól a tarkóig masszíroznak, és különböző ütögető, gyúró mozdulatokat csinálnak a gerinc melletti izmokon, amik ugye lazítják ugye, ezeket az izmokat, és amellett ugye dolgoznak a légzsákok is, amik ugye a vállunknál ugye a kart masszírozzák, a vádlit masszírozzák, és lent a lábunknál is ugye a görgők. A talpat masszírozzák tulajdonképpen. Nagyon szeretik a vendégek a foteleket. Tulajdonképpen elég sok helyre eljut a görgő, és oda-vissza ugye a tarkónak az izmait is ugye különböző pozícióban, ahogy áll a fotel, ugye annál jobban meg tudja masszírozni a vendéget, ugye, mert hogy más az íve a gerincnek, ugye máshogy nyúlik a gerincnek az izmai, és annál jobban hozzá tud férni a görgő, ahogy masszírozza. És ha már jól kiáztunk, magunkba szívtuk a sok ásványi anyagot, s kipróbáltunk egy tucat terápiát. Itt az idő, hogy a gasztronómiai élvezeteknek is átadjuk magunkat. Az étterem igazi magyaros konyhát vezet, minden házias és bőséges. Látszik, hogy a vendégek is élvezettel kóstolgatnak a sokféle finomság között. A kiszolgálás kedves, figyelmes, itt szeretik a vendégeket.
És most, hogy nincs tovább, hogy eljött már a búcsú perce, itt állsz, én nézek rád, azt mondom csak, na persze, persze, a könyv, a fájó könyv, titokban hull az emlékek domján, még én szerettelek a magam módján. Szép volt az első szó, az első csók, az első versek. Szép volt a randevú, az izgalom, a színes tervek. Szép volt a napsugár, a harmadcsepp, a nyíló rózsán. Még én magam módján. Mondd, miért kerget szép a gonosz sors, miért száll a perc, miért olyan gyors? Ha nincsen tűz, ha nincsen láz, üres a szív, üres a ház. Ha csendre meg, én szenvedek a magam módján. Még simogat, mint lepkezárnyak, de bár két csók között lehullanak a színes árnyak, hisz rég kihűlt halánk, csak nevetünk a tegnap szomján. Ha nincsen tűz, ha nincsen láz, üres a szív, üres a ház. Fordul a kulcs, kattan a zár, hát nincs tovább, hát végem már. Ha csendre meg, én szenvedek módján. Ha csendre meg, én szenvedek a magam módján. Harangvirág, ez jelzi most az ünnepet.
még nagyon sok volt névnapod. Visszavár, ó, az a nyár.
gyorsan elrepültek, oly szép volt a nyár. Kéz a kézben álmodoztunk, árnyas úton összebújtunk, búcsúzni kell már. Ó, az a nyár! Margit sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívemben, ha volt szerelem. Margit sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár. Ó, az a nyár! Margit sziget rózsái, szerelmeknek lányai, nyújtsátok fel szívemben, ha volt szerelem. Margit sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár. Keressük mi elveszett szerelmünknek lányai, Margit sziget rózsái. Egészségünkre. Kedves nézőink, címünk, hogy férfiak figyelem, de nyilván Tibor el fogja mondani, hogy azért nem csak a férfiakra számítunk. Ebből gondolhatják, hogy a mai témánk ugyancsak fontos a férfiaknak. Akivel beszélgetek, hát ugye régi nézőink, családtagjaink tudják, hogy Éliás Tibor, aki meg nem tudná, Éliás Tibor természetgyógyász. Kedves Tibor, mi ez a nagyon fontos dolog, csak nem valami a kutatásait során megint találtál valamit, amiért erről beszélni kell? Egy olyat találtam, amit bárki megtalálhat, és akár segítek is abban, hogy megtalálja, de megpróbálom elmondani a lényeget. Nagyon sok év óta foglalkozom az egész holisztikus, tehát az egész szervezetünkkel, az ember szervezetével, a lábúj körmünktől a hajunk szála végéig. És nagyon sokszor beszéltünk itt ebben a műsorban is már a férfiak prostatájáról, illetve az urogenitális részekről, ahogy hivatalosan szoktuk mondani. De most kezembe került egy olyan anyag, és magyar anyag, tehát nem kell még fordítani se, ami megdöbbentő dolgokat tartalmaz. Kérem szépen, ugye sokszor mondjuk, hogy a férfiak korábban halnak. Vajon miért? És most itt van a válasz. És amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hogy ha bármi történik nekem, erről önökkel beszélnem kell. Tájékoztatni önöket, kedves hölgyeim és uraim. Mert ez nem csak a férfiak dolga, de a férfiak szenvedik meg azt, ami most következik. Kérem szépen, ha olyan fiatalkorú van a képernyő környékén, akkor jobb, hogyha most kiküldik, de nem lehet másképpen megfogalmazni a dolgokat. Amikor a férfi felserdül, elindul egy olyan hormontermelés, amely férfivá teszi. Ilyenkor beindul bizonyos termelődés és igény a hölgyekre. Ez a dolog azért van, mert az embert arra teremtette a teremtő, hogy szaporodjon, hogy utódokat gondozzon, hagyjon maga után egészséges utódokat. A baj az, hogyha egy férfi nem talál megfelelő hölgypartnert, és ráadásul még olyan dolgokat is nem tud produkálni egyedül, vagy nem akar, amely ezt a váladékot, ami megtermelődik, normális körülmények között felhasználja. A megdöbbentő az, hogy ebben az újságban feketén-fehérrel le van írva, hogy ez a bizonyos szeretkezés, vagy
úgy is mondhatjuk, hogy magömlés. Ez havonta minimum 4-szer, de kimondom, én se hittem el, de ajánlatos ennél sokkal többször megtenni. Miért is? Azért is, mert egyszerre egy csomó egyetem kutatta ezt a témát, és mindegyiknek az jött ki eredményül, hogy ha ez nem történik meg, akkor ez a bizonyos váladék ott lent elkezd rossz indulatúvá válni. Tehát ez egy bizonyos fehérje, különböző anyagokkal telítve. Természetesen a szexus átvívő anyagokkal és mással. Na most, hogyha ez nem ürül ki megfelelő időn belül, akkor ott elkezd negatív dolgokat csinálni, és kialakul a daganat kezdemény. A többit már nem is kell mondanom. Na most, én 27 éve vagyok természetgyógyász, és nagyon sok férfivel találkoztam, és szinte minden másodiknak van problémája ezen a területen. De most már nyílt szavakkal fogom négy szem közt elmondani, hogy drága uram és kedves hölgyem, tessenek szes lenni ezen a dolgon változtatni. Ha nem, akkor ne csodálkozzanak azon, hogy idő előtt jönnek ezek a problémás betegségek, amit nem egyszerű rendbe tenni. Pontosabban az urogenitális részekhez még hozzátartozik az is, hogy az éjszakai vizelés, kényszer, és hát a nem megfelelő vizelési ingerek lehetősége. Erre már sokszor ajánlottam egy olyan kapszulát, illetve természetes anyagokat, amivel ezt meg lehet oldani. Most nyomatékosan felhívom a figyelmet. Azok a hölgyek, akik nem szeretik a férjüket, azokat nem mondják el neki. De aki egy ilyen picit szeret, és azt akarja, hogy éljen sokáig a gyermekének az apja, az ön szerelme, tessék határozottan minden este, vagy minden nap odaadni a férjének, ha ő nem teszi, mert nagy bajok lesznek. És ezt nem én mondom, hanem azok a tudósok, szakemberek, akik ezt kutatják évek óta, sok év óta, és most itt van feketén-fehéren a bizonyíték. Ha ez nem történik meg, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a harmadik helyen áll a férfiaknál a halálozási arányban. Ez a probléma. Tehát ez akkor tulajdonképpen rossz indulatú daganatot okozhat. Pontosan, egészen pontos. Már... Pontosan az odavezető út is kínos, mert ugye nagyon sok házasság azért megy tönkre, mert a férfi nem képes a hölgynek örömet okozni, és ez azért van, mert a prosztata elkezd romlani. És a hölgyek felelőssége az, hogy vigyázzak a férjem egészségére, a férfinak pedig az, hogy a hölgy békessége, ellátottsága meglegyen, ő szakadásig dolgozik, ön pedig megtesz neki mindent, egyet nem, hogy ez a dolog rendben legyen. De tudom, hogyha most tudja, ezek után megváltozik minden. Kérem, könyörgöm, mentsük meg a férfiakat. És ez, amit kínálunk, ez egy természetes gyógynövény alapú. Ez egy természetes gyógynövény alapú dolog, amely megfelelőképpen el tud indulni. Kétféle dologról beszélek, ugyanaz a területről van szó. Az egyik ugye a vizelési gondok, a másik pedig a erekciós problémák. Mind a kettő nagyon veszélyes, pláne hogyha a kettő együtt van. Tehát én nagyon szívesen segítek, egy telefon, és tudják, én 27 éve rendelkezésre állok, segítek mindenkinek. Tessék hívni, csak természetesen emberi időkben. Tibor, akkor megkérlek, hogy foglald össze, hogy ezeket a problémákat hogyan is lehet megoldani. Hát azt remélem, és azt szeretném, és azt javaslom, hogy egyszerre. Tehát ne akarjunk most ezt megcsináljuk, ez nem egy autó, hogy ráér majd, stb. Ezt most kell, minél hamarabb, ha élni akar, ha szeretni akar, ha problémamentesen akar élni a gyerekével, a családjával. Tehát elsősorban ugye a vizeleti problémák, ami a legegyszerűbb, mert ezt pár nap alatt rendbe lehet tenni. A második a erekciós problémák, amik tönkreteszik a családokat, válások és a többi, és mellette jön ennek a következményeként ugye a prosztata problémák, amik először csak ilyen-olyan enyhe módokban jelentkezik, de amikor elindul a daganat,
drágáim, ne várják meg. Ezt a hármat egyszerre oldjuk meg, jó? Segítek. Hát nagyon szépen köszönjük, Tibor. Én azt hiszem, hogy most egy nagyon-nagyon fontos problémáról és annak megoldásáról beszéltünk. Még akkor is, ha ez a téma bizony ritka, én azt hiszem, hogy hiánypótló műsort csináltunk most. Kedves nézőink, fogadják meg Tibor tanácsait, hiszen szeretetből és gondoskodásból beszél. És ezzel a blokkal megint csak vége a Tea Glóriával mai műsorának. Érdekes programokat ajánlottunk önöknek. Remélem, hogy egy hétig lesz mit visszanézni, már is mondom az ismétléseket, a szerda 21 órás főadás után, csütörtökön 15 órakor, pénteken 13 órakor, szombaton 18 órakor, és vasárnap reggel 8 órakor megnézhetik még e heti adásunkat, jövő héten új érdekes dolgokkal jelentkezünk. Ha szeretnének többet tudni rólunk, akkor www.teagloriával.hu, vagy a Facebook oldalon is érdemes megnézni a kulisszatitkainkat, vagy pedig, ami a legfontosabb mindig, a műsor állandó telefonszáma 0629 340 330. Reggel 9-től este 9-ig lehet hívni bátran, többször próbálkozzanak, és kívánok önöknek nagyon szép hetet, vigyázzanak magukra, ha meleg van, ha vihar van, és ne feledjék, hogy mi mindig segítünk, ahogy Tibor is mondta a végén, forduljanak hozzá tanácsért, bármilyen problémájuk van. És ne feledjék, éljenek egészségesen.